Nagy szégyenünk, hogy tavaly pedig az első segélynyújtást szúrtuk el. A Kővári család 8 éven át versenyzett a Közlekedik a család vetélkedőn. 4-szer nyerték meg a megyei fordulót, és vehettek részt az országos döntőben. A mentőgépkocsi vezetőként dolgozó édesapa azt mondja, rendre apróságok miatt csúsztak le eddig a dobogóról. Volt, amikor az első segélynyújtás, és volt olyan, amikor az autós feladat fogott ki rajta a nagy izgalom miatt. Kővári Attila és családja most nagyon boldog, de mint fogalmazott, a verseny hiányozni fog nekik, mert a közös munka évről évre összehozta a családot. Az első döntőn ugye Dani 8 éves volt, volt egy olyan feladat, hogy részegszemüvegben kellett talán egy labdát pattogtatva sétálnia, mennie, és utána leírni a nevét. Ő akkor kezdte az iskolát, még izgultunk is, hogy talán le se fogja tudni írni a nevét részegszemüvegben. Az ottani szervezők csodálkoztak, hogy ekkorka gyermekkel hogy jutottunk el a döntőbe. Furcsa volt nekik. Aztán idősödtek a gyermekek, és tényleg sikerült. Az édesanyja és a család többi tagja sem bírta ki végül sírás nélkül azt a pillanatot, amikor augusztusban kiderült, 2024-ben a Kővári család közlekedik a legbiztonságosabban hazánkban. A nyertes család, a hatalmas volt a Kővári család öröme, amikor az eredményhirdetésen az ő nevüket mondták utoljára, és vadonatúj autóval lettek gazdagabbak. Dániel az első versenyén még csak 8 éves volt, most pedig már segédmotoros jogosítvánnyal, biztos kressztudással oldotta meg testvérével és szüleivel a feladatokat. Dániel kedvenc feladata azonban nem változott meg az elmúlt években, még mindig a kerékpáros ügyességi pályát teljesíti a legszívesebben. Jó érzés volt nagyon. Anyáik még meg is könnyezték, úgyhogy nagyon jó érzés volt. A Fejérvár megyei baleset megelőzési bizottság évről évre megszervezi a Közlekedik a család vetélkedő megyei fordulóját. A győztesek kezét azonban nem engedik el a döntő előtt sem. Az egyenruhások szívesen segítenek a versenyzőknek a felkészülésben, így ez a győzelem egy kicsit az övék is. A cél azonban mindvégig a közlekedési morál javítása és a baleset megelőzés. A célja az az volt, hogy próbáljuk a felnőttek, gyerekek család összetartó erején keresztül elérni, hogy egyszerre tanulják, egymásnak példát mutassanak a családok, és hát ezzel is, hogy próbáljuk javítani a közlekedésbiztonságot, illetve a közlekedési morált legfőképp. A Kővári család a nyereményautót kedden vehette át. A család a legnagyobb bánatukra a 2025-ös vetélkedőn már nem versenyezhetnek. A Vármegyei Baleset Megelőzési Bizottság titkára azonban ígéretet tett nekik arra, hogy a Vármegyei Forduló lebonyolításában segítőként részt vehetnek.